Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, már voltam itt, és az Ószövetség néhány, jól tudom, két könyvével kapcsolatosan már tetszettek velem találkozni, és hát ugye szabadkozni nagyon nem kell, de amikor arról van szó, hogy új szövetség, akkor annyit el szoktam mondani, hogy na, innen indul az, ami az én témám, tehát amihez igazán értek, amit szeretek csinálni. Úgyhogy valamikor pár évvel ezelőtt, amikor ezek az előadás sorozatok indultak az országba, megkértek arra, hogy hát bevezetésnek csináljak egy olyan előadást, ami aztán megindítja az új szövetségi könyvek feldolgozását. Azóta ezt már több helyen tartottam. Ezt szeretném itt is elmondani. Tulajdonképpen miről lesz szó? Egy olyan segédletet szeretnék adni, aminek vázlatát majd természetesen írásban is megkapják, hogy ez a segédlet lefedje részben azokat a kérdéseket, amik az emberben felvetődik, hogyha a Bibliát, különösen az Új Szövetséget a kezébe veszi. Ennek a hátterében az áll, hogy a irodalmi szinten érdeklődő olvasó ritkán rendelkezik olyan háttérinformációkkal a Bibliához, ami segítene egyes szempontokat megérteni. Habár azt lehet mondani, hogy a Biblia értése egyáltalán nem művészet, jó lenne, ha mindenki egy kicsit tanulna valamit erről általános iskolában már, valami olyan alapokat, ami segít egy rálátást adni. Megpróbáljuk megtenni ezt, és fogják látni, hogy nem kell hozzá tudósnak lenni, csupán néhány szempont van, és ha a szempontokra visszaemlékeznek, akkor annak már mindig utána lehet nézni lexikonban, könyvtárban, ma már interneten is rengeteg anyagot tudunk találni. Hadd kezdjem onnan, hogy az egyik gyakori rutin kérdés, hogy mikor keletkezett a kereszténység, és mikor kezdtek el új szövetséget írni. Ha most a tanártársaimmal lennék itt, akkor azt mondaná valaki közülük, hogy attól függ, hogy kit kérdezünk meg. Ha ugye egy történészt kérdezünk meg, akkor valószínűleg Jézus Krisztustól számolná a történetet. Ha egy ószövetségi szakember, mondjuk Tokics tanár urat kérdeznénk meg, akkor azt mondaná, hogy no, menjünk egy kicsit visszább a történelemben, mert voltak előzmények is. Ha egy mondjam így, hogy standard új szövetséges szakembert kérdeznénk meg, akkor azt mondaná, hogy nem, majd Pál apostol kezdte írogatni a leveleket, és onnantól beszélhetünk kereszténységről. Ha pedig egy kicsit, hadd mondjam, hogy nem liberálisabb, de inkább világi tudományokkal foglalkozó történészt kérdeznénk meg, akkor azt mondja, hogy az egészet felejtsük el, majd csak a 4. század, 325 a níceai zsinat után beszélhetünk arról a kereszténységről, amit ma annak nevezünk. Hát, hogy egyértelmű legyen, én ezeket szeretném kiegyensúlyozni, és visszamenni a történelemben oda, hogy valóban a új szövetség születése előtre érdemes visszakanyarodni majdnem 300 évet, Krisztus előtti 281 és 86 időben uralkodik II. Ptolemaiosz Philadelphos Alexandriában, a egyiptomi fáraók utolsó leszármazottjainak az egyike volt, egy korának hihetetlenül művelt uralkodója, azt lehet mondani, hogy sokkal műveltebb, mint bárki más abban az időben. És ha most valaki gimnáziumban érettségizett, frissen érettségizett diákokat megkérdezni, hogy na, hol volt az ókorban a legnagyobb könyvtár, ezt mindig megszoktam a diákjaimtól kérdezni, fele hallgat, másik fele azonnal tudja, hogy tudom ám Alexandriában, erről beszélünk most. Tehát van egy hatalmas nagy könyvtárunk Alexandriában, második Ptolemaiosz Philadelphos pedig egy rendelettel elrendeli, támogatással és egyéb javadalmazásokkal ellátva a zsidóság számára, hogy fordítsák le a zsidó vallás számára fontos iratokat görög nyelvre, hadd kerüljön a könyvtárba, és ugye ezzel hadd kerüljön egy szélesebb olvasói körbe a zsidó iratok bármelyike. Ugye nem tudták pontosan még akkor, hogy melyik iratokról igen, mely iratokról pedig nem szól ez a történet.
Ez egyszerre volt jó, és egyszerre volt rossz. Hogy értsük a történet két oldalát, Jeruzsálem környéki tradicionális zsidók gyásznapot hirdettek, zsákruhába öltöztek, hamut szórtak a fejükbe, így tartja a legenda, amivel kifejezték ünnepélyesen, hogy megszentségtelenítették a Szentírást, hiszen olyan emberek nyelvére fordítják le, akik a stadionokba birkóznak gyakorlatilag majdnem meztelenül. Hát ezeknek az embereknek a nyelvén fogják olvasni most már azt a Szentírást, aminek a nyelvén Isten valaha a saját ujjával írta a 10 parancsolatba, két kőtáblába rendelkezéseket. Ez az egyik oldala. A másik oldal pedig ugye ma is érzékelhető, tehát ha írunk valamit, és azt szeretnénk, hogy minél szélesebb körben elterjedt irat és olvasott irat legyen, akkor angol nyelvre kell fordítani, ugye a kornak a világ nyelve a görög. Tehát hihetetlen sebességgel megindul a görög nyelvű iratok megismerése, és ez előkészíti a kereszténység születését. Térjünk azonban oda-vissza, hogy Ptolemaiosz tulajdonképpen milyen rendelkezést ad ki. Pontosan nem tudjuk magát a rendelkezést, csak legendák vannak, és ezekről szeretnék itt beszélni. A legendának mindig a fele igaz, a másik fele nem. A legenda úgy tartja, hogy kiválasztanak a zsidók tradicionálisan a 12 törzsből 6 kiváló tudású fordítót. Ugye ezt beszorozzuk, az 72, és ha kikerekítjük a 72-t 70-re, akkor ezt a fordítást a 70-es fordításnak nevezzük, a tudományos neve Septuaginta, tehát ha valaki a fogalommal találkozik új szövetségi írásmagyarázatnál, vagy akár az Ószövetségnél Septuaginta, akkor most már fogja tudni. A jelölése pedig ugye a latin 70-es szám, tehát van például, hogy a héber szöveghez képest minimálisan eltérést mutat valamelyik ószövetségi könyv görög nyelvű szövege, és ott úgy szoktuk megjelölni, hogy LXX mondjuk Ézsaiás 6.12, és akkor azt a tudósok már tudják, hogy Ézsaiás 6.12-nek a görög nyelvű változatára hivatkozik a szerző vagy a szerkesztő. Ez azt jelenti, hogy Jézus születésehez képest nagyjából 300 évig történik egy hatalmas nagy kulturális fejlődés az akkor ismert birodalomban, és azon a görög nyelven, amelyen általában a köznépnek kell kötelezően beszélnie, ha próbálna boldogulni, illetve a könyvtárakban olvasható iratok nyelvén, most már másolatok formájában lassacskán hozzáférhetőek a zsidó iratok. Azért mondok zsidó iratokat, mert nem csak ószövetségi könyvekről volt szó, hanem olyan vallási iratokról is, amik később a Bibliában nem kerültek bele, de az alexandriai könyvtárban már ott lehettek. 300 év alatt tehát kirajzolódik egy kulturális nyelvi keret, ebbe születik bele Jézus, ebbe születnek bele az apostolok, egy olyan világban, ahol ezt a nyelvet beszélik, és hát ez az egyik oka annak, hogy az új szövetséget nem héberül, nem arám nyelven írják, hanem egy a Septuagintánál egyébként lényegesen egyszerűbb, közrefoghatóbb görög nyelven. Hát mivel a nyelvészettel elég sokat foglalkozom, itt mondok egy számot, a görög ószövetség Septuaginta szókincse az olyan 14.400 szó, tehát egy szótárt, hogyha ehhez összeállítanak, ennyi szócikre van szükség. Ellenben az új szövetség mindössze 6200 szó, beleértve a tulajdon neveket is, tehát hogy kit hogy hívnak és hogy a név mögött ki van. Tehát ma azt mondom, hogy valaki elmegy angolból vagy németből középfokú nyelvvizsgázni, akkor 8-10 000 szóval megúszza. Tehát annál nagyobb szókincsű a Septuaginta, ellenben az új szövetség nem éri el ennek a szókincsét sem, tehát annyira köznyelvi, annyira érthető görög nyelven íródik, hogy szinte leegyszerűsödik a köznép szintjére ez a irat csoport, annak az átadása. Tehát amikor Jézus megszületik, ahogy kezdtem az elején, hogy két
oldala van a pengének, egyszer jó, másszor pedig rossz, az, hogy lefordították a Ószövetséget, a teljes társadalom vallási szempontból megoszlik. 300 év alatt már nem két fele, hanem hát legalább 6 felé, amiből próbálok pár nagyon fontos szeletet elmondani, de nem az egész képet. De amikor kinyitjuk az Új Szövetséget, nagyon szembetűnő azonnal a farizeusok tábora, talán róluk tudunk a legtöbbet. Na most a magyar nyelvben van egy ilyen visszás fogalom, hogy ne farizeuskodjon már, kérem szépen, tehát ilyen negatív felhanggal mondjuk, hogyha valaki túl ügybuzgó, vallásos akar lenni. Valójában azonban a farizeus csoport volt a legpozitívabb. Ők voltak a legműveltebbek, legolvasottabbak, és nagyon egyszerű a kérdés, kikkel vitatkozott legtöbbet Jézus, miért velük? Azzal lehet vitatkozni, aki ismeri a Szentírást, nem? Aki nem ismeri, azzal nem lehet vitatkozni. Tehát egy nagyon egyszerű statisztikus adattal bizonyítható, ebből van a legtöbb az Új Szövetségben. A farizeusok jellemzően inkább a Mózes 5 könyvét, tehát a Tórát követték, mellette voltak a proféták. Profétának tartották például Sámuel első, második könyvét, Királyok első, második könyvét, ugye ez 4 darab Királyok könyve a héber iratok között, mi ezt nem profétai könyvnek veszük, ők igen. És hát nagyjából ebből alakult ki az a fajta vallási nézet, ami uralta a korabéli, főként Palesztina területét, de főként Jeruzsálem környékét. Másik ominózus csoport a szadduceusok, róluk annyit illik tudni, hogy abban a 300 évben, amíg görög nyelven már olvassák ugye az Ószövetséget, volt egy nagyon csúnya zsidó háború, a Makkabeus felkelés Krisztus előtti második században, és hát abban a felkelésben kristályosodnak ki ezek a zsidó csoportok, a szadduceus, azt jelenti szaddokista, tehát igaz hitűnek a görög változata, ami szaddukeiosz, szadduceus lesz, így átírva. Annak ellenére, hogy igaz lelkűnek, vagy igaz vallásúnak neveztették magukat, ők tértek el legjobban elméleti szinten a vallástól. Ők alakultak legjobban a görög kultúrához, nem csak a nyelvet vették át, de a gondolkodást, a vallásosság nagy részét is. Ugyanakkor ők voltak a társadalomban a leggazdagabb, legbefolyásosabb politikai szempontból, mindig azok nyerhetők meg, akik legjobban besimulnak a rendszerbe, nem? Tehát ők voltak a politikai elit, és mit gondolnak, kik döntöttek Jézus keresztre feszítéséről? Abban a bizottságban, amit úgy hívunk, hogy Sanhedrin vagy Sanhedrion, a nagyobb százalék, nem tudjuk pontosan, hogy 2/3 vagy 3/4 a szadduceusokból áll, tehát azok az emberek mondták meg Jézusról, hogy igaz vagy nem. Már is értjük ugye, hogy miért úgy történt a passió, ahogyan történt. Időnként találkozunk a szamaritánusokkal. Valahol itt is van egy ilyen szállóige, hogy jó, hát az irgalmas szamaritánus, olyan jó lelkű ember, mert hát van egy ilyen történetünk, és ezt általában mindenki szokta ismerni. A szamaritánusok nem voltak kimondottan pozitív személyiség a zsidók szemében, és akkor még azt mondom, hogy finoman fogalmaztam, határozott ellenségnek tekintették, persze nem fegyveres ellentétre kell gondolni, hanem nagyon erős szellemi ellentétre. Az ok az, hogy a történelem egy pontján, bár jellemzően ők is abban a 300 évben inkább, ami ugye a görög nyelvűség időszaka lett, hogy volt, akkor váltak ki, önállósodtak a zsidósághoz képest, és többek között megengedték maguknak, hogy a Szentírás szövegébe beleírjanak és átalakítsák azt a saját szájízük szerint. Na itt van aztán a probléma, mert ha ma egy zsidó embert megkérdezünk, megmutatja nekünk, hogy tessék megnézni a zsinagógába egy héber bibliát, még hiba javítás sincs. Tehát nem húzhat át a másoló egy szót, hogy kérem szépen elrontottam, hanem tesz oda egy karikát, és a lap szélére leírja helyesen,
ott van a rossz is, ott van a jó is, mi az, hogy beleírunk a Bibliába, miket írtak bele, hát például nem 10 parancsolatuk volt, hanem 11. A 11. parancsolat az volt, hogy csak azt az áldozatot fogadja el Isten, aki a Garizim hegyén mutatja azt be. És akkor azt mondom, hogy János evangélium a 4. rész, van ott egy asszony a kútnál. Mi a kérdés? Hol imádják helyesen Istent? Jeruzsálembe vagy a Garizim hegyén? Már is érezzük a dolgot, kinek van igaza, a zsidóknak vagy a szamaritánusoknak? Jézus pedig azt mondja, hogy se itt, se ott. Az Istent lelkiképpen kell imádni, nem a helyhez kötve. Hát azon kívül egyébként viszonylag keveset találkozunk a szamaritánusokkal, de szellemi befolyás szempontjából, ha valaki az új szövetségi iratok bizonyos részének utána néz, akkor találkozhat velük is. Van még egy csoport, a lázadókat direkt nem mondom, mert lenne 6 összesen, de még egy csoport van, a kumráni esszénusok, ugye talán már hallottak róla, más nem az Ószövetséggel összefüggésbe hozva, hogy egy pásztor fiú 1947-ben talált bizonyos tekercseket a sivatagban, Kirbet Qumrán nevű településnél, ami ott van a Holtenger partján, aztán kiderült, hogy mik ezek az iratok. Hát itt az ő irataikról van szó, amit ugye a Krisztus előtti 2. századtól a Krisztus utáni 1. század végéig, tehát épp az új szövetség születésének az utolsó könyvéig lehet számolni, 300 éves időszakba írták és rejtették el. Egy részük valóban a bibliai iratok másolata. Van azonban egy jelentős rész, amiből őket ismerjük meg, hogy hogyan gondolkodtak a világról és a vallásról. És hát a kumráni esszénusok voltak azok, akik bár héberül olvasták és másolták az Ószövetségi iratokat, a gondolatvilágukra már a görög világkép volt jellemző, annak is egy olyan területe, amit az új szövetség nem nagyon szeret, így mondjuk, hogy gnózis. Lehet, hogy hallotta már valaki a fogalmat, más nem úgy, hogy gnosztikusok. Leegyszerűsítve a gnosztikusok azok, akik azt mondják, hogy a tudás üdvözlő. Na de nem ám a lexikális tudás, hanem valamilyen beavatott, titokzatos tudás, ami csak az Isten és az ember közt jön létre, és egy másik ember nem is értheti ezt. A gnózis ugye ezt a tudást jelentené, és hát ilyen dolgokkal foglalkoztak, mint a fény eredete, a sötétség eredete, nem véletlenül mondtam ezt a fényt és sötétséget, kinyitjuk az új szövetségbe János apostol evangéliumát, mit olvasunk? Jézus Krisztus volt a világ világossága, egy másik helyen meg azt mondja, hogy a világból jött a sötétségbe, de a sötétség nem fogadta be a világosságot. És aztán János apostol játszik ezekkel a szavakkal, hogy a gnosztikusoknak üzenjen, hogy hát vigyázat, kérem szépen, a testet öltött Jézus Krisztus az nem az, akinek ők gondolják. Hát ugye ehhez már mindjárt hozzáolvassuk a János evangéliumát, 1. levelét, 2., 3. levelét is, akkor nagyon sok dolgot megérthetünk. Na most, hogyha ezt a 4, mondhatjuk nyugodtan, pártot nézzük és egymás mellé tesszük, azonnal felvetődik egy gyakorlati kérdés, hogy hol maradt a nép? Az a nép, aki tulajdonképpen a többséget alkotta. Tehát most szó, farizeusok lehettek körülbelül 6000-en, kumrániak 4000-en, szamaritánusokról nem sok fogalmunk van, de tételezzük fel, hogy szintén pár ezer ember, és hát ugye a szadduceusok bár nagyon komoly politikai erejük volt, de még annyian se lehettek, talán 1500-an, és a többiek, tehát a köznép, aki dolgozik, az hol van? És ugye éppen itt a probléma, egyébként a mai világban ugyanezt látjuk, hogy kiszorul a vallásosságból, a hitéletből a köznép, fizeti az adót, már nem is tudja, hogy miért, mert a templomnak is kell, Rómának is kell. Egyébként Rómának kevesebb kellett, mint a templomnak. A templomnak 10%-et adtak, Rómának csak 2,5% kellett, és mégis az ellen lázadtak, nem a templom ellen, de csak zárójel nyitva és bezárva. De hát a lelki élettel ki foglalkozik?
nem? És akkor jön Jézus, és valami teljesen új dolgot kezd. Azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények. Azt tanították az emberek, hogy dolgozz a lelkiségért, Jézus meg azt mondja, hogy felejtsd el az egészet. Ha tiszta, nyitott szívű az ember, akkor övé az Isten országa, mert be tudja fogadni Istent. Na most, hogyha ezeket összerakjuk, akkor Jézus születése idejében azt mondjuk, hogy van egy rendkívül hasonló társadalom, mint a mai. Nem mindenben, de azért engedhessék meg néhány párhuzam. A vallási élet tagolt, tehát sokszor úgy gondoljuk az új szövetséget, hogy van egy Jézus, egy új szövetség, egy Pál apostol, meg egy Péter. Ma meg nem tudjuk, hogy miért vannak katolikusok, reformátusok, evangélikusok, adventisták, meg mindenféle vallásúak, akkor is voltak. Nem így nevezték őket, de jól elkülöníthető az új szövetség témáját, műfaját tekintve legalább három olyan nagyobb domináns csoport, majd a végén el is mondom, hogy mik ezek, ami abszolút azt jelenti, hogy másképp gondolkodtak egy ugyanazon Jézusról és az egész világról, mint ahogyan szeretnénk azt néha látni. A politikától egyetlen egy réteg sem volt mentes, és ez azért érdekes, mert ha azt mondom, hogy nem foglalkozom a politikával, már is politizálok. Tehát ez is egyfajta álláspont. Na, ők voltak egyébként a kumráni esszénusok, akik azt mondták, hogy kivonulunk a pusztába, de az is egy vélemény. Tehát ők sem voltak mentesek, úgy, ahogy ma is bármennyire szeretnénk politikátlanítani a vallást, sajnos nem lehet, mert valahol mindig találkozunk ezzel a dologgal. A köznép, ugye erről beszéltünk, és hát van egy szempont, amit itt vastag betűvel kiemeltem, de még nem mondtam, ez a bizonyos Pax Romana, Róma békéje, amit Augustus császár vezetett be éppen ugye Jézus születése idejében. Ugye a Pax Romana jelentette azt, hogy Róma békét, biztonságot akar teremteni, és ennek érdekében listázza a vallásokat, amelyik felkerül Róma listájára, az védelmet nyer, amelyik meg nem, azt üldözik. Nincs ebben véletlenül egy hasonlóság a mostani világban, ugye honnan vették máshonnan, mint Rómából. És már is mondok példát, mivel a zsidóság tradicionális vallás volt, és túl sokan voltak a római birodalomban ahhoz, hogy üldözzék, ezért védelmet kaptak. Olyan adatunk is van, hogy a római nagyon gazdag zsidóság a tizedet a templom számára aranyba, ládaszámra vitte el Rómából Jeruzsálemben. Na, de most gondoljunk arra, hogy földközi tenger, kalauzok vannak, rabszolgakereskedők vannak, és Róma, hogy demonstrálja, mennyire támogatja a zsidó vallást, egy egész légiónyi hadsereget biztosított védelem gyanánt, hogy elkísérjék a tizedet, ami aranyba, hát több 10 kiló arany lehetett épp Augustus császár idejében. De a kereszténységet miért üldözte? Mert új vallás volt, még nem ismerte. Ha a keresztények egy része azt mondta, hogy a zsidósághoz tartozom, akkor védelmet kapott, ha el akart tőle válni, és túlhangsúlyozta a különállóságát, akkor azonnal üldözés volt, ugye Róma felgyújtása révén Néró, ugye más nem, ezt az egy nevet mindenki hallotta már, és a Néró féle vérengzést, ami ugye a 60-as években, 64-től van az első században, de ez csak tényleg egy ilyen rövid tömör történelem ehhez. A következmény nagyon érdekes, ha a társadalom így néz ki, mit csinálnak a vallások, bezárkóznak a hagyományai követésébe. Ma nem azt csinálják. Egyre többször hallom különböző konferenciákon, hogy identitáskeresés. Hát most vagy van identitásom, vagy nincs. Ha keresni kell, mert elveszítettem, már baj van. És a másik, soha ne feledjük el, ha mi identitást akarunk hirdetni, nem Jézus Krisztust, akkor kerítést építünk. Mert azt mondom, hogy drága barátom, te református vagy, én adventista, és akkor itt a kerítés. Az én identitásom elválaszt engem a te identitásodtól. Jézus nem elválasztott identitásokat, hanem összekapcsolt embereket. Ezt tette egyébként később Pál apostol is, ő még különösen is többet tett ennek érdekébe. Tovább haladva a
történetben most már azt kellene meglátnunk, vagy megnéznünk, hogy ebbe az egész történeti háttérbe hogyan tudjuk belehelyezni a megszületett új szövetségi iratokat. Egyesével mindig el fogják majd mondani az utánam érkező kollégák, hogy a legfontosabb részeit egy-egy ilyen levélnek, vagy iratnak. Van azonban egy zavar, amit itt érdemes eloszlatni. Nyilván az, hogyha kinyitjuk a Bibliát, előre lapozunk az új szövetséghez, akkor mindjárt mivel találkozunk? Az evangéliumokkal, ott is ugye Mátéval kezdjük. Tehát alapvető dolog, hogy az ember feltételezi, hogy olyan sorrendbe írtak egy könyvet, ahogy következnek a lapok. Hát ha most egy olyan szabad egyetemet indítottunk volna, hogy történeti sorrendben rakjuk a könyveket, és ne Mátétól Jelenések könyvéig menjen, hanem abban a sorrendben, hogy keletkeztek, akkor teljesen máshogy nézne ki ez a sorozat. Először is egy vitával indulna, hogy el tudjuk-e dönteni a sorrendet, mert ott már lennének konfliktusok teológusok között. Na de térjünk oda-vissza, hogy ugye azért az evangéliumokból ismerjük azt a történetet, Jézus keresztre feszítése, mennybe menetele, apostolok cselekedeteiben, ugye ott azzal kezdődik a történés. Aztán valami karcolatnyit olvasunk az apostolok történetéről, és hát találkozunk Pállal, ugye Saul, aki Pál lesz, onnan indul igazán a kereszténységnek egy másik története. Pál apostol sem úgy kezdte a szolgálatát, hogy leült és tollat ragadott, és az volt az első legfontosabb dolga, hogy írjon, hanem szóban kezdte hirdetni a rábízott üzenetet, de ha éppen nem utazott, például börtönben volt, vagy kényszeredett idő volt, például télen másfél hónapig egyik városban kellett lenni, és nem volt jobb dolga, akkor elkezdett írni. 15 év telt el Jézus halála és az első levél megszületése között. 15 évig nagyon valószínű, hogy csak jegyzeteket készíthetett, azt is a saját számára, tehát nem igazán adta ki. Így a mostani kutatásaink szerint feltételezhetően az első új szövetségi irat, az első tesszalonikai levél lehetett, majd azt követte a galáciai levél, vagy galata levél, és aztán onnan már nem is mondanám tovább, mert ott már hosszú időszak lenne, és mindig dátumokat, számokat kellene mondani. Tehát az első nagy iratcsoport, amivel számolni kell, Pál levelei 51-től, ugye ez a tesszalonikai levél írásának a hozzávetőleges időpontja, 68 pedig Pál apostol halála, tehát ugye a kettő közé tehetjük az első iratcsoportot. Felvetődik a kérdés, mit csinál Péter, Jakab, Júdás apostol és János, tehát a nagy apostolok. Ők egy másik földrajzi területen vannak, nagyrészt nem hagyják el Jeruzsálemet, kivéve Pétert, ugye ő róla még külön lesz szó. És hát azon egy vita van, hogy a Jakab levele mikor keletkezik, de nagyon valószínű, hogy körülbelül egy időben a tesszalonikai első levéllel megszületik még egy iratunk, ugye a Jakab levele, de most tessék egymás mellé tenni otthon a tesszalonikai első levelet és a Jakab levelet, hogy van-e a kettő közt valami összefüggés. Elárulom, semmi. Tehát Jakab és Pál egymásról ekkor még nem tudnak, földrajzilag is teljes távolság van köztük, sőt, feltételezem, hogy 51-be, ha ismerte is Jakab Pált, valószínűleg nem nagyon bízott benne. Tehát még nem volt meg ez a bizalom, ezért teljesen más hangot üt meg a levélben. Itt is 64-ig írtuk, ugye 64 olyan Néróféle esemény, amit említettünk, Róma felgyújtása, majd a megtorlás, ahol nagyon sok keresztény kivégeznek, Jakab, Péter, az apostolok nagyobbik része ekkor halt meg, tehát ott le kell zárni mindenképpen ennek a történeti korszaknak a végét. A harmadik iratcsoport a három evangélium, és én ide sorolom a zsidókhoz írt levelet is. Mindjárt elmondom, hogy miért.
három evangélium alatt Mátét, Márkot és Lukácsot értem. Őket hívjuk úgy, hogy szinopszis, tehát szinoptikus evangéliumok, a szinopszis együtt látni, ezt jelenti. Van is ilyen kiadvány, nyomtatott kiadvány, hogy egymás mellé téve bemutatja azt, hogy mik az azonosságok, illetve eltérések a háromféle leírásba. A sorrend itt majdnem mindegy, bár ezen is van vita, hogy ki volt az első író, valószínűleg Márk, utána Máté és Lukács, vagy Máté és Lukács egyszerre, ez se kizárt. A lényeg, hogy érdemes megnézni, hogy 68-ban meghal Pál, 64-ben, tehát már 4 évvel korábban a többi apostol is, és majd csak utána kezdenek egyáltalán történetet írni. Na most mi van akkor, ha utólagosan írunk történetet? Nem tudom, hogy volt-e olyan ismerősük, vagy van-e a családban, aki megjárta a II. Világháborút, és mondjuk 70-es, 80-as években arról beszélt, hogy mi történt akkor. Én ebből a szempontból idézőjelben mondom, szerencsés voltam, mert a családomban 3 ilyen adatközlő is volt, és egy kicsit megszépítve, egy kicsit megmásítva mondták el a történetet, hogy hát igen, szenvedtünk, fiam, de. És nem a szenvedésen volt a hangsúly, hanem mindig arra tették a hangsúlyt, hogy a jó Isten hogy mentett meg bennünket, stb. Itt is egy ilyen effektus van, hogy Máté, Márk, Lukács más-más közösségeknek írva, kiemelve a lényeget, úgy mutatja be Jézus történetét, hogy annak a lényege egy ilyen visszaemlékezés legyen. Egyébként még az apostolok cselekedeteit is ide lehetne tenni nyugodtan. De hogy miért a zsidókhoz írt levelet tettem oda? Hát ugye ő kakukktojás, a hagyomány Pálnak tulajdonítja, valószínűleg nem Pál írja, tartalmát tekintve nagyon nem illeszthető bele a páli gondolkodásban, és ott egy olyan sajátságos történetírással találkozunk, ami tel is tele van, különösen a zsidóságnak szánt üzenettel, ebben rejti bele Jézus Krisztus messiásságát az író. Ez tehát a harmadik nagy iratcsoport, és hát vannak még az úgynevezett késői iratok, szándékosan hagytam a végére János apostolt. Ha most János apostol korát tekintjük, majd itt fogok mutatni egy képet a későbbiekben. Ha kronológiaiak sorba kellene rakni, az utolsó vacsorán János apostol ilyen 15-16 éves fiatal fiúcska lehetett. Na most Izraelben 30-33 év alatt nem nagyon tekintettek senkit komoly tanítónak, tehát hiába írt volna 15 éven keresztül, míg azt a kort el nem éri, senki se vette volna komolyan. Valószínűleg ezt nem is tette, a hagyományból legalábbis így tudjuk. 70 viszont egy másik szempontból is fontos dátum. A rómaiak ellen van egy óriási nagy zsidó háború, ami 64-ben tört ki, 74-ben ért véget, tehát 66-74, bocsánat, 1-2 évet tévedtem, és 70-ben lerombolják a jeruzsálemi templomot. Nem csak a templom rombolást szoktuk itt említeni, hanem van egy nagyon fontos tényező, a keresztény szemtanúk halálának az évtizede. Értjük ez alatt, szemtanúk alatt azt, akik még látták Jézust. Utána már a másod, majd a harmad generációs keresztények vannak, akik visszaemlékeznek, és ugye itt lesz János evangéliuma fontos, ő az egyetlen egy személy, aki fiatal volt, most beleöregedett úgymond az apostolságba, és akkor azt mondják neki, hogy figyelj, te ott voltál, láttad. Miért nem írod le? És most egy nagyon picikét ezt a fonalat megragadva, tudom, hogy már egy kicsit a diától elmegyek, de ez nagyon izgalmas, vegyük elő a János evangéliumát, és nézzük meg, hogy írja azt, mert találkoztam Nikodémussal, és hallottam, hogy beszélgettek Jézussal. Hol ír elő a másik 3 evangélista? Sehol. Vagy a asszony a kútnál, ahol Jézus párbeszédet folytat. Sehol, máshol nincs nyoma. Vagy ugorjunk egyet a 5. részhez, ahol a Betesda tónál ott van egy 38 éve paralízises beteg ember, Jézus párbeszédet folytat vele, és János apostol a párbeszédeket írja le, azt mondja, én ott voltam, hallottam.
és nekem elhihetik, és el is hiszik, hiszen belekerül ugye a Bibliába, meg lesz a megfelelő tekintélye ennek, vagy ezeknek az iratoknak. Na most ezen a vonalon haladva, ugye mutatom a képet, ugye ismerjük ezt az alkotást, János apostolt ilyen leányos arccal festik meg, de nem azért, mert Jézus felesége volt, ahogy Dan Brown állítja, ugye a Da Vinci Code című művébe, hanem a barokk kornak, vagy a késői reneszánsz kornak inkább megfelelően, ugye a fiatal 16-17 éves fiúk hosszú hajjal jártak, és hát a mai kultúra szerint meglehetősen lányos ábrázatuk volt. Ezt próbálja megörökíteni ugye a festő, ez egy nagyon fontos kép. Ugye így öregszik ő bele a szakmába, a apostolságba, János. Na gyorsan átszaladva viszont a négy evangéliumon, aminek a részletezését majd mások fogják helyettem elmondani. Márkról ez alapján azt tudjuk, hogy bár közvetett módon, de szemtanúja lehetett Jézusnak. Kérdés, hogy hány éves volt akkor 70 után, amikor megírja ezt, ugye erre nem tudunk válaszolni. A hagyomány viszont azt mondja, és ezt egy Papiász nevű egyházatjától tudjuk a második századból, hogy Rómában tartózkodott Márk, Péter apostolt kísérte, és miközben Péter apostol prédikálta Jézus, Márk lejegyezte ezeket, és ugye ebből a prédikáció gyűjteményből szerkesztette meg az evangéliumát. Egyébként görögül az a neve az evangéliumnak, hogy kata Márkon, mi azt jelenti, hogy Márk szerinti írás. Tehát nagyon szépen körülírja a lényeget, azt mondja, hogy én szerintem Jézus így történt. És nem ő volt Jézus, hanem történt, ezt csinálta. Ez a kata Márkon. Máté úgy szerkesztette meg a Jézusról szóló beszámolókat, hogy a zsidóság számára mutassa be a messiást. Márk, vagyis Máténál találjuk mindig azt, hogy Jézus pedig ezt azért tette, hogy beteljesedjen az írás, és beidézi az Ószövetséget, hogy melyik írás hogyan teljesedett be. Feltételezhetően a Márk írásait ismerte, azokat használta, dolgozta tovább, ebből született valamivel később az evangéliumod, az is lehet, hogy mindössze egy-két év különbség lehet Márk és Máté között. Lukács egy másik közösségben él, feltételezhetően Antiókhiában, ugye a mai Szíria, ami hellenizált közösség, tehát itt nem zsidók vannak, Pál apostol a szellemi atya, ugye Antiókhiának, származását tekintve szír, műveltségét tekintve orvos, egészség, és ugye ez azt jelenti, hogy a 300 évvel korábban élt Hippokrátész görög nyelvét kiválóan használja, például hipertónia, tudjuk, hogy mi az, ugye? Lukács írja, mert ismerték a szót, vagy paralízis, ezt a szót is ismerte, tehát nagyon jól elárulja a foglalkozását, hogy a szaknyelvet már akkor is ismerte. Jézust a pogány nagyvárosok prédikátoraként mutatja be, mintha azt üzenné, hogy a pogányokért jött. Tehát nem is, majdnem kizárólagosan a pogányokért jött. Tehát valószínűleg szintén időben megegyezik Mátéval, vagy párhuzamosan mindenképpen időben valahova mellé kell elhelyezni, esetleg utána egy kicsivel, itt most dátumokat, évszámokat nem mondanék. Jánosnál ugye említettük ezt a késői szemtanúságot, aki beleöregedik az apostoli szerepbe, evangéliumát szerkeszti, ugye itt van ez a gnosztikus, eszénus hatás, sötétség, világosság, víz, vér nagyon gyakran előjön, mint szimbólum. Egyik írás magyarázó szerint a vízzel mindig a keresztségre szimbolikusan utal, vérrel pedig az úrvacsorára, tehát a feláldoztatásra utal. Ez már egy ilyen erősen szimbolikus nyelv. Érezhetően itt már nem történetet akar írni az apostol, hanem tanítást akar továbbadni, teszi mindezt ugye a gnosztikusok ellen, akik hát így a század vége felé, nagyjából 90-85 után, de 90 környékén, az első században nagyon erős hatást fejtenek ki,
főként a mai Törökország területén, ugye Kis-Ázsia tartománya, római birodalomban, és ugye erről van szó. Még egy téma van, illetve kettő, amire feltétlenül érdemes néhány gondolatot szánni. Elég gyakran kérdezik, hogy mi van más evangéliumokkal, például Tamás evangéliuma, Jakab proto evangéliuma, Fülöp evangéliuma, Júdás evangéliuma, és lehetne még sorolni, hogy időről időre a sajtóba felüti a fejét valami szenzáció, hogy már megint találtak a sivatagba egy tekercset, és fú, az egész Bibliát át kéne írni, mert ott minden más. És akkor jönnek az emberek, és mondják, hogy na akkor ez hogy van? És elég gyakran kapunk ilyen kérdést. Miért pont ezek a könyvek vannak a Bibliában? Mi alapján szűrték ki, rendszerezték a mostani formájára? Hát ugye az ókorban még volt egy olyan szokás, hogy alaposan meggondolták az emberek, hogy mit írnak le. Ennek egy nagyon egyszerű oka volt, iszonyatosan drága dolog volt az írás. Most gondoljunk, ha bőrre írunk, hogy egy egységnyi méretű bőrhöz egy egész állatot le kellett ölni, az állat érték volt, tehát nem mindenki jutott hozzá a pergamenhez, vagy vellumhoz, amire írtak. Volt egy olcsóbb megoldás, ugye a papirusz. Arról viszont azt kell tudni, hogy Egyiptomban készítik, és az első század vége fele, mind a mai napig nem tudni miért, valamilyen mocsarasodás következtében a Nílus deltába kezdett kipusztulni a nád, és egyre drágábban lehetett importálni a papírusz, tehát megnövekedett az ára, így lassan arra is igaz lett, hogy hát igen, meg kellett gondolni. Mondok is erre egy példát, János harmadik levele, tehát van ilyen kis levél, hogy egy rész és egy lapon elfér a Bibliába, azért olyan rövid, mert egy egységnyi papíruszra annyit lehetett ráírni, nem telt többre, tehát annyit kellett írni, ami ráfér egy ilyen papíruszra. Na most ebből jött a másik dolog, hogy mivel írtak a papíruszra, vagy pergamenre, volt egy nád, amit úgy hívnak héberül, hogy kána, kánon, mérték, amivel, vagy amit leírunk. Na most ennek a kána, kánon szónak van egy latin fordítása, és ezt a szót kimondom, ezt mindenki fogja ismerni, így mondják, hogy stílus. Hallottuk már, ugye? Tehát stílussal írtak, nem valamilyen stílusban írtak, értjük? Na most ugye ez egy kicsit valamit elárul arról, hogy meg kellett egyezni, innen jön a stílus fogalma, az iratoknak néhány dologba, ha a néhány szempont szerint eltért, akkor kidobták. Azt mondták, hogy nem való ebbe a mértékbe, és nem lehet egy lapon említeni egy ugyanazon irattal. Ezért azt mondták, hogy először is nézzük meg a tekintélyes személyeket, hogy kik írtak olyan leveleket vagy iratokat, amiről egyáltalán lehet dönteni. Az egyik adagot, vagy egyik korpuszt, latinul azt jelenti egyébként, hogy test, a páli iratoknak a gyűjteményét nevezték így, tekintették tekintélyesnek, a másik volt a Jeruzsálem, tehát korpusz Jeruzsálem, azt jelenti, amit a Jeruzsálemben levő 11 apostol valamelyikéhez lehetett kapcsolni, Jakab levele, Júdás levele, Péter első, második levele, ide tartozik közvetve Márk, mint tanítvány, és így tovább, még Mátét is ide lehet sorolni, illetve ugye a harmadik csoport a Corpus Johanneum, tehát Jánosi test, János apostol későbbi tekintélyéhez kapcsolt iratok, és ami ezután született, és ugye itt van Jakab protoevangéliuma, Tamás, Fülöp, és a többi egyéb olyan irat, amiknek a eredete is roppantú zavaros, utána keletkeztek, tehát azt mondták, az már nem hiteles. És majd fogok rá mutatni példát. Említettem korábban azt, hogy Péter és Pál, vagy Jakab és Pál valószínűleg azért nem mindig értettek egymással egyet. Íme egy szép példa, amikor Péter apostol a második levelét írja, azt mondja, hogy ezekben, ugye zárójelben odaírtam, hogy Pál leveleiben van néhány nehezen érthető dolog,
amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más iratokat is a maguk vesztére. Hát ugye, ha ezt olvassuk, ez azt jelenti, hogy bocsánat, de én se értem. Tehát Pál ír olyan dolgokat, hogy nekem Péternek is fő a fejem tőle, de megerősíti, hogy aki elcsűri, csavarja, az a vesztére teszi, tehát tessenek odafigyelni. Tehát egymást is erősítik abba, hogy a péteri vagy a Pál írat oda vissza kölcsönösen hiteles. Ellenben hadd mutassak egy ilyet is, Tamás evangéliuma bevezetője. Ja, ezek azok a rejtett szavak, amelyeket az élő Jézus mondott, és amelyeket Didimosz, Júdás, Tamás írt le, és ezt mondta, aki megtalálja a szavak értelmét, nem ízleli meg a halált. Ha mellé tesszük a Lukács 9.27-et, még a fordításban is látszik, hogy van egy rész, ami azonos, tehát akik nem ízlelik meg a halált. Tehát annyira azonos, hogyha például a számítógépbe beadják a görög szöveget, akkor egyezést mutat, de a szövegkörnyezet, a mondani való az teljesen más. Hiába használ azonos szavakat, azonos kifejezéseket a két irat. Ha az egész Tamás evangéliumát elolvasnánk, hát ugye a második fejezet közepén azt mondanánk, hogy bocsánat, de nem értem. Tehát én olvastam ezeket, és én is azt mondtam, hogy a világ legunalmasabb iratainak az egyike, és sehogy nem tudom illeszteni a négy ismert és kanonizált evangéliumhoz képest. Na, és ez a kanonizáció lényege, milyen szempontok alapján döntöttek amellett, hogy ezek az iratok legyenek egy csoportban. Mindegyik irat Jézusról, mint Krisztusról szól, tehát nem valamilyen misztikus varázsló Jézus, hogy a gnosztikusok mondták, hanem Krisztus, aki megváltó. Az evangéliumi hagyomány feldolgozását jelentse a gyakorlatban, tehát ugye ez nem csak a négy evangéliumra igaz, hanem az apostolok cselekedeteire, a páli levelekre és jelenések könyvére is, tehát minden iratra. Az ószövetségi proféciák beteljesedésének az elbeszélő iratai legyenek, tehát mutassanak vissza arra, hogy mi a helye, az oka az evangéliumi iratok között annak a könyvnek vagy iratnak a ószövetség fényébe, aztán ószövetségi vallás, gyakorlás megreformálásáról szólnak, akkor is, ha a görögöknek írja valaki, például Pál, vagy a zsidóknak írja Péter, ebben az egyben teljes egészében harmóniát találunk két különböző szerző között, máshonnan közelíti meg, de végül a lényege ugyanaz lesz. Nincsenek egymással alapvetően ellentétben az iratok, illetve ellentétes részek egymás kiegészítéseképpen foghatók föl. A reformáció erre épít is, és van egy olyan reformátori elv, így mondjuk, hogy analógia scriptura, tehát az írás hasonlóságának az elve. Tehát én azt mondom, hogy Máté és Lukács között van különbség, akkor ne azt nézem, hogy mit ér el, hanem mi egyezik meg. És ugye az analógia, tehát hasonlóság mindig azt jelenti, hogy másképp látta, de ugyanazt írta le. Diákoknak azt a példát szoktam mondani, képzeljük el, hogy van egy autóbaleset, és van négy szemtanú. A négy szemtanút külön-külön meghallgatja a rendőr, mind a négyet lejegyzi, egymás mellé tesszük. Egyforma lesz? De mégis, mert ugyanaz a baleset, nem? Na most van négy szemtanú, Máté, Márk, Lukács, János, apostoli iratoknál van Péter, van Pál, van Jakab, Júdás, stb. Egyforma lesz? Nem. Azért nem lesz egyforma, mert az egyéniségük és a műveltségük, a hátterük, minden befolyásolja az iratokat, de egy dologról írnak, a kereszt eseményéről, és ebben pedig nem térhetnek el egymáshoz képest. A Biblia utolsó szavával szeretnék elköszönni, hogy a jelenések könyvében olvassuk, hogy bizony hamar eljövök, ámen, bizony jövel Uram Jézus. Olvasom ezt azért, hogy a kereszténységen belül a legtöbb felekezetben van egy szép imádság, aminek van egy mondata, onnan lészen eljövendő, hogy van tovább ítélni elevereket és holtakat. Megkérdeztem egy helyen, hogy hányan imádkozzák ezt, körülbelül
30-ból 28-an felnyújtották a kezüket, és mondom, hányan hiszik, akkor már senki. Tehát a Szentírás egyik lényege, hogy elmondja a történelmet, hogyan teljesedett be az írás, és hagy egy nyitott kaput, azt mondja, hogy lesznek még olyan dolgok, amik be fognak teljesedni, például Jézus második visszajövetele. Hát várjuk ezt hittel, reménnyel, és kívánom, hogy a új szövetség jobb megértésében mindaz, amit majd hallani fognak ezután, mindenkinek segítségére váljon. Köszönöm szépen!